A rendezvényen ott volt és köszöntötte a megjelenteket, többek között Cunyiné dr. Bertalan Judit megyei kormány megbízott. Az itt lévő elismerésben részesülő, de általában a megye bármelyik rendőrőrsén vagy tűzoltóőrsén szolgálatban lévő hivatásos állomány, az ahhoz szokott hozzá, hogy az, amit csinál, az magas szintű, magas színvonalú és jó munka legyen, és igazából ami miatt ők kiemelkednek a többi hivatásos állomány tagjai közül, ők civilként is őrzik a hivatásukat, és bármikor jelen vannak akkor, amikor segíteni kell. Én kiemeltem két nagy eseményt, hármat, ami az elmúlt ciklusban történt, és a lakosság közvetlen veszélyérzetét okozta, így az oroszlány környéki földrengés, a márciusi nagy hóvihar okozta a helyi és autópálya problémák, illetve a dunai árvíz. Mindhárom alkalommal ezek a szervezetek egyébként a többi hivatásossal együtt bebizonyították, hogy nem számít nekik a munkaidő, nekik nem csak addig szól a szolgálat, amíg a kivezénylés, a rendelés tart, hanem sokan sokszor ott maradtak szolgálaton túl, már, ha úgy tetszik, akkor civilként folytatni a mentést, folytatni a feladatot, folytatni mindazt a munkát, amit egyébként a hivatásuk szerint a szakmájukban is tesznek. Az ünnepelteket műsorral köszöntötték a Bárdos László Gimnázium és az Erkel Ferenc Zeneiskola tanulói. Az állománygyűlésen került sor a kitüntetések, elismerések átadására is, melynek során több település vezető is megajándékozta azokat az egyenruhásokat, akik sokat tettek a helyi közösségekért. Megyei közgyűlés elnöke is elmondta, illetve a kormánybizottság azt is kifejtette az ünnepi beszédébe, hogy Komárom-Esztergom megyében a lakosság biztonságban érezheti magát. Ez mind bűnügyi közgyűlési szempontból, mind pedig a tűzvédelem, a katasztrófa védelmi témába. És a külső szervezetek, a különböző statisztikák, a különböző felmérések azt mutatják, hogy ez a két szervezet a lakosság megelégedésére végzi a munkáját. Ezért úgy gondolom, hogy van mit ünnepelni. Egyrészt azért jó érzés, mert tudtuk a kollégákat, tudjuk motiválni, tudtuk valami elismerést átadni. Más módból pedig azért lényeges, mert adtak át polgármester hölgyek elismerést között megbízott kollégáknak, és a számunk nagyon fontos, amikor a civil szféra észreveszi a jól dolgozó rendőröket. Az ünnep arra jó, hogy megálljunk egy kicsit, megpihenjünk, és átgondoljuk azt, hogy mit tettünk, mit kell esetleg jobban tennünk, illetve azon kollégákat elismerésben részesítsük, akik arra érdemesek, és jó munkát végeztek. Megérdemlik az elismeréseket, már csak azért is, mert ha azt nézzük, hogy a hóhelyzetben, illetve az árvíz során milyen helytállást tanúsítottak kollégáink, én azt gondolom, hogy ez méltó elismerés számukra.